98-ban unokatestvérem Yang megosztotta velem az Úr Jézus evangéliumát. Hozott nekem egy bibliát is. És azt mondta, hogy az egész biblia Istentől ihletett. A bibliában minden Isten szava. És benne rejlik az Isten királyságába és az örök élethez vezető út. Az örök élet elnyerésének híre felkeltette kíváncsiságom. És ahogy csak időm engedte, olvastam a bibliát. Hamarosan megtudtam, hogy az Úr Jézus volt az emberiség megváltója, és elfogadtam őt. Hála Hál Istennek. Istennek! Szenvedélyesen kerestem Istent, így munkatárs lettem, és hirdetni kezdtem az evangéliumot, prédikáltam a gyülekezetnek. Szilárda hittem, hogy a Biblia hitem alapja és iránymutatója. Pár év alatt a gyülekezet kiürült, egyre nehezebb volt érezni a Szent Lélek munkáját. Igen. A legtöbb hívő passzív volt és gyenge, hitük kihűlt. Sokan visszatértek a világi életbe. Pontosan így megy ez. Igen. Ezzel szembesülve nyugtalanná váltam, és szívembe gyengeség költözött. Lehet, hogy az úr elhagyott minket? De amikor arra gondoltam, hogy aki mindvégig kitart az üdvözül, bíztam abban, hogy az úr nem bánik rosszul őszinte követőivel, és továbbra is hittem. Szívemben imádkoztam, és kértem az urat, erősítsen meg hitemben. Ekkor történt, hogy felbukkant egy keleti villám nevű gyülekezet. Azt mondták, az Úr visszatért, és az utolsó napok ítélő munkáját végezte. Sok testvér az Úrban megtért a keleti villámhoz. Utána néztél a dolognak akkoriban? Igen. Nem. Azt hirdették, hogy a Biblia mind Isten, mind az ember szavait tartalmazza, és ezt nem tudtam elfogadni. A Biblia világosan kijelenti, hogy a teljes írás Istentől ihletett. A Bibliában minden Isten szava, a pásztorok és vének folyton ezt mondják. A keleti villám állítása nem mondta ellent a Bibliának elárulva az urat. Emiatt nagyon elleneztem a keleti villámot. Onnantól a legtöbb összejövetelen arról beszéltünk, hogyan védekezzünk a keleti villám ellen. Megelőzve azt, hogy a gyülekezet elveszítse nyáját azért, hogy a keleti villám emberei ne lopják el a juhainkat, azt mondtam testvéreimnek. A Bibliát teljes mértékben Isten is lette és minden szavát tartalmazza. Nem térhetünk el a Bibliától, ez eretnekség lenne. Reméltem, így megakadályozhatom, hogy megvizsgálják mindenható Isten utolsó napok beli munkáját. De ők továbbra is elfogadták mindenható Istent. Ezután nem gondolkodtál -e el, hogy miért fogadták el oly sokan mindenható Istent, annak ellenére, hogy akadályoztad őket? Na igen. Bár csodálkoztam ezen, de mindenható Isten egyházát a Biblia kívülesőnek könyveltem el, úgyhogy nem jártam utána. Egy gyülekezeti összejövetel után hazaérve feleségem épp tésztát gyúrt. Egy hatvanas éveiben járó nő ült mellette. Kezében egy könyvelép közösséget vállalt vele. Rájöttem, hogy a nő mindenható Isten híve, és azt mondtam, te tagadod és elhagytad a Bibliát, mégis azt állítod, hogy hiszel Istenben? Ki innen? A nővér türelmesen így szólt, testvér, ne háborodj fel, ne következtes hamarkodottan. Régebben mi is olvastuk a Bibliában azt, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Is Úgy értelmeztük, hogy az egész Biblia Isten szava. Később jöttünk rá, hogy ez az értelmezés pontatlan. Igen. Milyen bizonyítékod van rá? kérdeztem megvetően. A nővér azt mondta. Például Lukács evangéliumában azt olvassuk: Sokan vállalkoztak arra, hogy írásba foglalják a közöttünk beteljesedett eseményeket úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Ez vajon nem azt jelenti? hogy Lukács evangéliumát Lukács a saját tapasztalatai alapján írta. Mm. Igen. Lukács csak leírt pár olyan tényt, amit akkoriban látott és hallott. Ha ezt egy ember írta, hogy lehetne mind Isten szava? Igen. Igen. Az Isten által ihletett dolgokat nem kell megtapasztalnunk, vagy emberi elképzelésekkel kevernünk. Ámen. Ez két teljesen különböző dolog. Kicsi megleptek a nővér szavai. Valóban van különbség. Az Isten által ihletett szavak és azok között, amelyeket emberek írtak a saját tapasztalataik alapján. Nem találtam hibát a mondandójában. Vettem egy nagy levegőt, a nővérre néztem, és azt gondoltam, idős, és e nem tűnik igazán tanultnak, mégis mit csoda meglátásai vannak. Hihetetlen! Egy pillanatig nem tudtam, mit válaszoljak a felvetésére, és kipirult az arcom. Aggódtam, hogy tévútra kerülök. Ha tovább hallgatom, és azt mondtam, elég, különböző a hitünk, ne gyere ide többet. Eközben kitessékeltem a nővért az ajtón. Látva az őszintességet a szemében, és törékeny alakját a téli szélben, éles szúrást éreztem a szívemben, és nem tudtam, mi ez az érzés. De eszembe jutott, hogy a Biblia szavai Istentől származnak, más nem lehet Istenbe vetett hit. Nem biblikusan prédikálnak, és elrabolják a juhainkat. Nem hallgathatok rájuk, kitartónak kell lennem. Ezek után nem sajnáltam a fáradtságot a nyáj megvédésére. Ennek ellenére, ha találkoztam valakivel, mindenható Isten egyházából ideges voltam. A közösségvállalásuk észszerű volt, és ezt nehéz volt megcáfolni. Uh -huh. Nem volt más lehetőség, mint keményen fellépni. És azt a politikát folytatni, hogy nem hallgatjuk őket, nem olvassuk a könyveiket, és nem lépünk velük kapcsolatba. Az Úr Jézus mondta, az én juhaim hallgatnak a hangomra. Hogy hallhatod meg Isten hangját, ha nem olvasod, vagy érintkezel és vele? Végül, hogy fogadtad el Isten utolsó napok beli munkáját? Igen. Mire felocsúttam, már 2004 kora ősze volt. Az unokatestvérem Jánk felhívott, hogy egy sürgős ügyben van rám szüksége. Átsiettem hozzá, és ő bemutatott Wang Chuan Yang testvérnek. Azt mondta, ő prédikátor, és kért, hogy beszélgessünk az úrral kapcsolatos felfogásunkról. Nagyon megörültem. És miután köszöntöttem őket, az unokatestvérem adott egy bibliát, és kivett két vastag, kemény táblás könyvet. Megnéztem, és a borítón az állt, az ige testet ölt ezek a keleti villámkönyvei voltak. Felpattantam, és azt mondtam, Yang, te elfogadtad a keleti villámot? Yang kuncogva azt mondta, így igaz. Azért hívtalak ma ide, mert közösséget akartam vállalni veled. Remélem, hogy vetsz pillantást minden Isten utolsó napok beli munkájára. Eszembe jutott, hogy a pásztorok és vének azt mondták, hogy a Biblia egészen Istentől ihletett, is és minden szavát tartalmazza. A keleti villám tanításai túlmentek a Biblián. Eltértek az úr tanításaitól, nem szabad hallgatni rájuk. A legjobb válaszlépés az volt, hogy elkerüljük őket. Így hát kitaláltam, hogy van valami elintézni való otthon. Az unokatestvérem higgadtan azt mondta, miért szaladsz el, ha olyannal találkozol, aki hisz mindenható Istenben? Ha ismered az igazságot, miért félsz attól, hogy félrevezetnek? Ha úgyis itt vagy, miért ne kutatnál egy kicsit? Igen. Igen. Nem tehettem mást, mint visszamentem a székemhez. De elmémben káosz uralkodott. Hogy kezeljem ma ezt a helyzetet? Szívemben imádkoztam az Úrhoz. Úram, rád bízom ezt a helyzetet, kérlek, védj meg és vezess! Ekkor az unokatestvérem a kezébe vette az ige töltött, és felolvasott egy szakaszt mindenható Isten szavából. 1300. oldal. Tanácsolom, óvatosan járjatok az Istenbe vetett hitösvényén! Ne vonjatok le elhamarkodott következtetéseket, ne legyetek könnyelműek az Istenbe vetett hitetekben! Tudnotok kell, hogy azoknak, akik hisznek Istenben, alázatosnak és tisztelettudónak kell lenniük? Azok, akik hallották az igazságot, de felhúzzák az orrukat, ostobák és tudatlanok? Azokat, akik hallották az igazságot, és mégis meggondolatlanul következtetéseket vonnak le az arrogancia gyötri. Senki, aki Jézusban hisz, nem jogosult arra, hogy elítéljen másokat. Mindannyi értelmesnek kellene lennetek is olyannak, aki elfogadja az igazságot. Talán miután hallottál az igazság útjáról és olvastad az életszavát, azt hiszed, hogy tízezer ilyen szó közül csak egyegyezik a meggyőződéseddel és a Bibliával. És a továbbiakban abban a tízezredik szóban kell keresgélned. Továbbra is azt tanácsolom, hogy légy alázatos, ne légy túlságosan magabiztos, és nem magasztalt fel magad túlságosan. Mivel szívedben ilyen csekély az Isten iránti tisztelet, nagyobb világosságot fogsz nyerni. Ha alaposan megvizsgálod és ismételten átelmélkeded ezeket a szavakat, Rájössz, hogy az igazságot jelentik, vagy sem, és hogy az életet jelentik, vagy sem. Ámen! Ott ültem. Látszólag szemtelenül, de valójában hatással voltak rám a könyv szavai. Hála Istennek! Ezek a követelések összhangban voltak az Úr Jézus szavaival. Az Úr mondta, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. A hívőknek halázatos és kereső magatartást kell tanúsítaniuk. Ámen! Vakon elítéltem a keleti villámot, kutatás vagy vizsgálat nélkül. Arrogáns és önelégült voltam. Bűntudatom volt, és arra gondoltam. Ezek különleges szavak hasonlóak az úr tanításaihoz. Lehet, hogy ezek valóban a visszatért úr szavai? Emlékszem, amikor mindenható Isten egyházának tagjaival kerültem kapcsolatba. Méltóság teljesek voltak, és szeretettel szólták az evangéliumot. Magyarázataik Meggyőzőek és alaposak voltak. Igen. Amen. Hogyan tudták ezt megvalósítani önmaguktól a Szent Lélek munkája nélkül? Ez azt mutatta, hogy Mindenható Isten útja különleges. Igen. Ha Mindenható Isten a visszatért Úr Jézus, és én nem kutatom, nem szalasztom el az esélyt, hogy fogadjam az Úr érkezését, aki majd elutasít. Igen. Gondoltam, vége a makacskodásnak, megpróbálom ma kideríteni, hogy az Úr valóban eljötte, akkor tisztán fogok látni. Pillanatra elgondolkoztam, majd azt mondtam, a szavak, melyeket olvastál kétségkívül jók, de nem értem. A Biblia a kereszténység kánonja. Több mint kétezer éve a vallásos világ azt hitte, hogy a Biblia teljes egészében Isten ihlette, is és hogy minden, ami a Bibliában le van írva, Isten szava. Ezért a Biblia az Urat képviseli. Én ezt hittem, amióta keresztény vagyok. De te azt mondod, hogy a Biblia mind Isten, mind az ember szavait tartalmazza. Ez nincs -e ellentmondásban a Bibliával? Ez az Úr megtagadása, így hátat fordítasz neki, és förtelmes Isten káramlást követsz el. így felelt. Megfelele a valóságnak, hogy a Bibliát Isten ihlette. Is az Úr mely szavai bizonyítják ezt? Ettől a kérdéstől elakadt a szavam. Így igaz. Ezek pál szavai. Nem az Úr Jézusé. Így igaz. Ekkor Zhuang azt mondta, az Úr Jézus soha nem mondta, hogy a Bibliát Isten ihlette, és a Szentlélek sem tanúskodott erről. Amit Pál mondott, az a saját Biblia értelmezését képviseli, nem képviseli Istent. Ámen. Elakadt a szavam. Igaza volt. Ekkor Zhuang azt kérdezte, Pál azt mondta, a teljes írás Istentől ihletett. Amikor azt mondja, írás valójában az egész Bibliára utal, vagy csak egy részére? Azt gondoltam. Természetesen az egész Bibliára. Yang folytatta. Pál hatvan évvel az úr eljövetele után írta a második levelét Timóteushoz. És akkor az új szövetség még nem készült el, csak az szövetség. 90 évvel az úr eljövetele után János leírta a Patmos szigetén látott látomásait, amiből a jelenések könyve lett. 300 évvel az óra jövetele után a nikaiai zsinaton. Különböző országok vallási vezetői kiválasztották a négy evangéliumot és még pár levelet a tanítványok számos levele közül. És a János féle jelenések könyvével együtt az új szövetségben gyűjtötték össze ezeket. Ezek után az ó és új szövetséget egy könyvben egyesítették, amely a teljes ó és új szövetség, amit ma olvasunk. Az új szövetséget Krisztus után 300 után állították össze, és Pál Krisztus után 60 után írta második levelét Timóteusnak, ami több mint 200 évvel az új szövetség összeállítása előtt volt. Ebből láthatjuk, hogy amikor Pál azt mondta, a teljes írás Istentől ihletett, az írás, amire utalt, nem foglalta magában az új szövetséget. Mm. Miután meghallgattam, bólintva ezt mondtam: Ha az írás, amiről Pál beszélt, nem foglalta magában az új szövetséget, akkor ő az szövetségre gondolt. Chuayang azt mondta, igen. De még az ószövetséget sem Isten is lette teljes egészében. Ez világossá válik, amint elolvassuk mindenható Isten szavait. 859. oldal. Tudnod kell, hogy a Biblia hány részből áll. Az ószövetség tartalmazza a teremtést, a kivonulást, és ott vannak a próféták által írt könyvek is, és a végén Malakiás könyve. A profétai könyvek eltértek a Biblia más írásaitól. Ezeket a szavakat azok mondták vagy írták, akik a profétálás lelkét kapták, akik látomásokat kaptak, vagy hangot hallottak Jahvétól. A profétai könyveken kívül az Ószövetségben minden más olyan feljegyzésekből áll, amit Jahve munkája után készítettek. Ezek nem helyettesíthetik a Jahve által támasztott proféták jövendöléseit. Ahogyan a Teremtés és Kivonulás könyve sem hasonlítható össze Ézsaiás és Dániel könyvével. A proféciák a munka elvégzése előtt hangzottak el, míg a többi könyv a munka befejezése után íródott. Az emberek ugyanis erre voltak képesek. A Bibliában nem minden az Isten által mondott feljegyzés. Egyszerűen Isten munkájának előző két szakaszát jegyzi fel. Egyik része a próféták jövendőléseinek feljegyzése, egy része pedig az Isten által használt emberek tapasztalatainak leírása. Az emberi tapasztalatok véleményekkel vannak beszennyezve, ami elkerülhetetlen. A Biblia számos könyvében vannak emberi elképzelések, Elfogultságok, és benne van az emberek abszurd felfogása. A legtöbb szó a Szentlélek megvilágításának az eredménye, és ezek helyes értelmezések. Mégsem az igazság teljesen pontos kifejezései. Bizonyos nézeteik nem mások, mint tapasztalatból vagy a Szentlélek megvilágosításából származó tudás. A próféták jövendölése Isten utasítására történt. Az olyan proféciák, mint Ézsaiás, Dániel, Esdrás, Jeremiás és Ezékiel proféciái a Szentlélek közvetlen útmutatásából származtak. Ezek az emberek látnokok voltak, megkapták a profétálás lelkét, és mindannyian az Ószövetség prófétái voltak. A törvény korában ezek az emberek, akik Jakvétól kapták az ihletet, sok proféciát mondtak, amelyek közvetlenül Jakve utasítására történtek. Ámen. Ezután Zhuaján közölte velem. Mindenható Isten szavai nagyon világosak. A próféták proféciáit a Szentlélek Maga instruálta, és a próféták adták tovább, ezek Isten szavai, és Isten pontos üzenetét közvetítik. Az Isten által ihletett szavak mindig egyértelműen vannak jelölve a Bibliában. Ézsaiás könyvének elején például ez áll. Ézsaiásnak Ámóc fiának látomása, Jeremiás könyve elején pedig ez, ő hozzászólt Jahve igéje. Az embereknek figyelniük kell, hogy biztosak legyenek, mely szavakat ihlette is Isten. Ez oly oh, igaz. Igen. Hogy... A profitai könyveken kívül a Biblia többi könyve beszámoló, amiket Isten munkáját tapasztalva emberek írtak. Ezek többsége emlékek feljegyzése. Ezen tapasztalatok és szavak emberektől származnak. Nem mondhatjuk, hogy Isten szavai, úgyhogy az emberi értelmezés könnyen meghamisíthatja azt. Igen. Hm ahogy a Sámuel második könyve 24. ben olvasható, újból megharagudott az Úr Izraelre, felingerelte ellenük Dávidot, és ezt mondta, menj, vedd számba Izraelt és Júdát. Mégis a Krónikák első könyve 21.1 azt mondja, a sátán Izrael ellen támadt, felingerelte Dávidot, hogy vegyes számba Izraelt. Mindkét vers rögzíti, amikor Dávid megszámlálta Izraelt. Egyik helyen azt írja, hogy Jákve Isten késztette erre Dávidot. A másikon pedig, hogy a sátán késztette erre. Ha Isten is lette, hogyan lehet benne ekkora ellentmondás? Igen. Ha az egész ószövetséget Isten is lette volna, hibázott volna, amikor ugyanannak az eseménynek a történetét is lette? Nem, lehet, lehet volna. nem. nem. Meghallgatva csúáljánk szavait, az elmém megnyílt, és makacs védekezésem kezdett összeomlani. Hála Istennek! Azt mondtam, ha az Ó szövetséget nem teljes egészében Isten is lette, akkor az Új Szövetséget sem tekinthetjük teljes egészében Isten szavának, mert azok mind az apostoloktól származó feljegyzések. Csuáljánk boldogan azt mondta, Istennek hála helyes a felfogásod. Majd csúáljánk hozzátette, Az Új Szövetségben valójában csak az Úr Jézus szavai és a jelenések könyvének proféciája Isten szava. A többi a tanítványoktól, farizeusoktól, átlagemberektől, katonáktól és az ördöktől származik. Hát nem abszurd azt állítani, hogy a Bibliában minden Isten szava, nem Isten káromlás ez? Igen. Igen. Pontosan Pontosan. Így Pontosan. Ezután Young felolvasott nekem egy másik részt, mindenható Isten szavaiból. 869. oldal. Majd én olvasom. Rendben. Ma az emberek azt hiszik, hogy a Biblia Isten, és hogy Isten a Biblia. Úgy szintén azt is hiszik, hogy csak a Biblia minden szava volt az egyetlenige, amit Isten mondott, és hogy azt mind Isten mondta. Azok, akik hisznek Istenben, még azt is gondolják, hogy bár az Ó és Új Szövetség mind a 66 könyvét emberek írták, mindegyiket Isten ihletése adta és azok a Szentlélek kijelentéseinek feljegyzései. Ez az ember téves felfogása, és nem felel meg teljesen a tényeknek. Valójában a profétai könyvektől eltekintve az Ószövetség nagy része történelmi feljegyzés. Az Új Szövetség egyes levelei az ember tapasztalataiból származnak, egyesek pedig a Szentlélek megvilágításából. A páli levelek például egy ember munkájából keletkeztek, és mind a Szentlélek megvilágosításának az eredménye továbbá a gyülekezetek számára íródtak, és a gyülekezetek testvéreihez és nővéreihez intézett buzdító és bátorító szavak voltak. Ezek nem a Szentlélek által mondott szavak voltak. Pál nem beszélhetett a Szentlélek nevében, és nem is volt proféta, még kevésbé látta a látomásokat, amelyeket János látott, leveleit Efezus, Korintus, Galátia és más gyülekezetek számára írta. Ha az emberek a leveleket vagy a páléhoz hasonló szavakat a szent lélek kijelentéseinek tekintik, és Istenként imádják őket, akkor csak azt lehet mondani róluk, hogy túlságosan igénytelenek. Keményebben fogalmazva, vajon ez nem egyszerűen Isten káromlás? Igen. Hogyan beszélhetne egy ember Isten nevében? És hogyan hajolhatnának meg az emberek a leveleinek feljegyzései és az által elmondott szavak előtt, mintha azok szent könyvet alkotnának? vajon Isten szavait egy ember könnyedén kiejthetné? Hogyan beszélhetne egy ember Isten nevében? Ámen. Egyre többet megértettem, így siránkoztam. Régebben nem értettem a kontextust, amelyben Pál ezeket a szavakat mondta. Azt hittem, a Bibliát teljes egészében Isten ihlette, is és minden szava Istené. Hogy a Bibliába is az Istenbe vetett hit ugyanaz, ez az értelmezés annyira abszurd volt. Igen. Igen. Az emberek szavait a Bibliában Isten szavainak tekintettem. Ezt használva hitem alapjául. Ez nem is. Igen. A vallási világ évezredek óta ragaszkodik ehhez. Hiszi, hogy a Bibliát Isten is lette, és ragaszkodnak ahhoz. Igen. Ha mindenható Isten nem fette volna fel, hogy mi a Biblia valójában, továbbra is Istenként kezelnénk a Bibliát. Nem menekülve ezen elképzeléstől. Igen. Ezután Chua a következőt mondta. A Biblia csak Isten munkájának a bizonysága, egy történelmi mű. Ez Isten munkájának feljegyzése a törvény és a kegyelem korában. Hogy lehetne egy szintre helyezni Istennel? Az Úr Jézus megdorgálta a farizeusokat mondván, kutatjátok az írásokat gondolván, hogy azokban van örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Amen. Igen, a Biblia csak egy bizonyíték Istenről, és nem hordozza az örök életet. Csak Isten adhat örök életet az embereknek. Igen. Az unokatestvérem arról is beszélt nekem, hogy a Biblia olvasásán keresztül megértjük Istennek a törvénye és a kegyelem korában végzett munkáját. Megtudjuk, hogy a világegyetemben mindent Isten teremtett. Hogyan közölte Isten a törvényt, hogy vezesse az emberiséget. És hogy kellene élnünk és imádnunk őt. Tudjuk, hogy mi a bűn, és hogy Isten milyen embereket áld és átkoz azt is tudjuk. Hogyan valljuk és bánjuk meg bűneinket az Úr előtt? Hogyan legyünk alázatosak, türelmesek, megbocsátók, és hogyan kövessük az Urat? Látjuk az Úr Jézus végtelen könyörületét és szeretetét irántunk, és megértjük, hogy akkor élvezhetjük Isten kegyelmét, ha hiszünk az Úr Jézusban, és elébe járulunk. Hogy milyen igazságokat fejez ki Isten az utolsó napokban? Hogyan ítéli és tisztítja meg az embert, és oldja meg a bűnünk problémáját? Arról fogalmunk sincs, mert ezeket az igazságokat nem jegyezték fel a Bibliában. Az Úr Jézus munkájának alapján az utolsó napok mindenható Istene elvégezte az ítélet munkáját, kifejezte az emberiség megtisztítására vonatkozó igazságokat, és felfedte a romlott emberiség sátáni természetét, hogy ezáltal megtisztulva olyan emberek váljunk, akik szeretik Istent, és felismerjük, hogy Isten természete szent és igaz, és nem tűri a sértést. Ámen! Ezek a szavak jelentik az örök élet igazi útját. Ámen! És teljes mértékben beteljesítik az Úr Jézus proféciáját, miszerint még sok mindent kellene mondanom nektek, de, de most, most nem tudjátok elviselni. elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, kell a teljes igazságra. Ámen! Ez a könyv az iget testet tölt. A profitai szó, amelyet a szentélek minden gyülekezetnek mond. Ez a bárány által kinyitott tekercs. Mindenható Isten szavain keresztül, Isten igaz hívei, mindenható Istenhez fordultak, és a bárány nyomdokaiba léptek. Istennek! ők Istenne. a bölcsüzek, akik részt vesznek a vőlegény mennyegzői lakomáján. Amen. Igaz. Ezután Chuan Yang felolvasott egy másik részt. Nézzünk meg egy videót. Rendben. Rendben. mindenható Isten mondja, az utolsó napok Krisztusa életet hoz, és az igazság tartós és örökkévaló útját hozza el. Ez az igazság az ösvény, amely által az ember életet nyer, és ez az egyetlen út, amely által az ember megismeri Istent, és elnyeri Isten helyeslését. Ha nem keresed az élet útját, amelyet az utolsó napok Krisztusa biztosít, akkor sohasem nyered el Jézus helyeslését, és sohasem leszel alkalmas arra, hogy belépj a mennyek országának kapuján, mert a történelem bábja és egyúttal rabja vagy. Akiket a szabályok, a betűk irányítanak. És akiket megbékíjúz a történelem, azok sohasem lesznek képesek életet nyerni, sem elnyerni az élet örök útját. Azért van ez így, mert nekik csak zavaros víz jut, amelyhez évezredeken átragaszkodtak, nem pedig az életvize, amely a trónusból fakad. Azok, akik nem kapnak az életvizéből, Örökre hullák maradnak, a sátán játékszerei és a pokol fiai. Akkor hát hogyan láthatnák meg Istent? Ha csak a múltba próbálsz kapaszkodni, csak egy helyben állva próbálod megtartani a dolgokat a jelenlegi állapotukban, és meg sem próbálod megváltoztatni a státuszkót és elvetni a történelmet, akkor nem fogsz -e mindig szemben állni Istennel. Isten munkájának lépései óriásiak és hatalmasak, mint a feltornyosuló hullámok és a robajló mennydörgés, te mégis tétlenül üldögélsz, várva a pusztulást, bolondságothoz ragaszkodva, és nem csinálva semmit. Így módon hogyan számíthatnál olyas valakinek, aki a bárány nyomdokain jár? Hogyan tudod igazolni, hogy az Isten, aki bekapaszkodsz, olyan Isten, aki mindig új és sohasem régi? És hogyan vihetnek át téged egy új korba megsárgult könyveit szavai? Hogyan vezethetnének téged? hogy Isten munkájának lépéseit keresd, és hogyan vihetnének fel a mennybe. Amit a kezedben tartasz, betűk, amelyek csak ideiglenes vigaszt nyújthatnak, nem pedig igazságok, amelyek képesek életet adni. Az írások, amelyeket olvasol, csak a nyelvedet gazdagíthatják, de ezek nem a filozófia szavai, amelyek segítségével megismerheted az emberi életet. Még kevésbé az ösvények, amelyek elvezethetnek téged a tökéletességre. Nem gondolkodtat el téged ez a különbség. Nem ébreszt rá téged a benne foglalt misztériumokra. Képes vagy eljuttatni saját magadat a mennybe, hogy egymagad találkozz Istennel? Isten eljövetelen nélkül fel tudod vinni magadat a mennybe, hogy a családi boldogságot élvezd Istennel? Még most is álmodsz? Akkor azt javaslom, fejezd be az álmodozást, és nézd meg, kimunkálkodik most. Nézz, hogy lásd, ki végzi el az ember megmentésének munkáját most, az utolsó napokban. Ha nem teszed, soha nem fogod elnyerni az igazságot, és soha nem fogsz életet nyerni. Ámen. Ezeket a szavakat meghalván mélyen megrendültem. Ha ragaszkodnék a saját vallási nézeteimhez, a végén még én lennék a vesztes. Arra gondoltam, hogy mennyi tudást halmoztam a keresztény éveim alatt. Mégis alig értettem az igazságot vagy Istent. Sőt, egyre arrogánsabbá váltam. Az úr visszatért, de én nem csak, hogy nem kutattam, hanem el is ítéltem minden Ató Isten munkáját. Pont olyan voltam, mint a farizeusok, akik ellenálltak Istennek. Igazán vak voltam, és nem ismertem Istent. Nem csak ragaszkodtam elképzeléseimhez, hanem azon törtem a fejemet, hogy másokat megakadályozzak. Hát nem bomlasztó volt ez a viselkedés? Ha mások nem tudták volna fogadni az urat, elvesztették volna esélyüket, hogy belépjenek királyságába. Igen. Igen. A pokolba vonszoltam másokat, és ellenálltam Istennek. Hatalmas gonoszságot követtem el, Isten mégis megkönyörült rajtam. Isten megengedte, hogy halljam a hangját, és lássam a megjelenését. Olyan hálás vagyok Isten. Igen. Hála Istennek. Ezután a Bibliáról való közösségvállalással folytattuk. Majd, hogy miért néptelenedett el az egyház a kegyelem korában, hogy menti meg Isten az emberiséget a munka három szakasza révén. A következő időkben sokat olvastam mindenható Isten szavait, és elfogadtam utolsó napok beli munkáját. A feleségem is elfogadta. Hála Ezt Istennek. Nagy Hála Istennek. És te juhai, meghallják az ő hangját.